Térjünk át a műsornak azon részébe, amikor, hogy az elején is, a műsor elején beharangoztam, hogy ajánlunk egy pár olyan filmet, amit mostanában láttunk, nem kell vissza menni a 60-as évekig és már lehet, hogy akkor szó lesz Oscarra jelölt filmekre, de azokkal majd azért részletesebben szeretnénk foglalkozni egy külön műsorba. Rósi, menjünk itt körbe, és akkor veled kezdjük, hogy melyik volt az a film, amit mindenkinek ajánlanál, de jelezted, hogy lenne több, és azokról is szeretnél azért mondani egy-két szót, mondatot. Elég sok filmet volt szerencsém megnézni az utóbbi időszakban, magamhoz képest sok filmet. Mert rájöttünk Bizsóval, hogy tudunk úgy filmet nézni, hogy megnézünk egy este egy fél filmet, és másnap este egy másik fél filmet. Ne ugyanabból a filmből? Ne vagy két külön filmből? Szerencsés esetben ugyanabból, igen. Egy kicsit unalmasabb, akkor ezzel fel lehet dobni. Elképzeljük ki az annak az... A folytatása. Nem rossz, nem rossz. Na, mert mi ilyen öregek vagyunk, meg gyerekünk is van, meg fél tizenegykor bealszom, tehát egy ilyen és hasonló problémák vannak, de most így elég jól belekerültünk egy ilyen ritmusba az elmúlt flow. időszakban, és egy ilyen flowba, és és borzasztóan örülök ennek a dolognak, mert egy csomó tök jó filmet tudtunk megnézni, meg meg tudtam nézni egy pár olyan filmet, amikről így lemaradtam az elmúlt években. Bepótoltam két írtó jó horrorfilmet, amit mind a, mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlok, az egyik a, a Lighthouse, a, a Világító Torony, ami igazából még abban sem vagyok teljes mértékben biztos, hogy ez egy horrorfilm. Tudom, hogy alapvetően annak tartandó, de én nem vagyok teljesen meggyőződve, hogy ez így műfajilag ebbe így beleillik. Valahol inkább a, a játékfilm és a kísérleti biszművészfilm határán egyensúlyoz egy picit, azt mondanám, hogy olyan, mintha... Azok a hangok benne, azok hihetetlenek. Állatiak Ugyan. a hangok. Állatiak a hangok. Állatiak a képek, állatiak a, a, a szimbólumok, minden, ahogy ahogy egymással összefüggnek a dolgok, a, a, a színészi játék. A, egy picit, azt akartam mondani, egy picit olyan, mintha a, a, nem tudom, David Lynch meg Lars von Trier csináltak volna egy gyereket, vagy valami ilyesmi, és valami ilyesmit látnék én így fekete-fehérben. Nagyon, nagyon-nagyon megmaradt bennem a film, nagyon vagány. Most igazából szerintem fel is soroltam így felületesen mindent, amit szerintem nagyon jó ez a film. Azt el kell azért mondjam, hogy a végén meglehetősen úgy maradtam, hogy most akkor mi történt. De aztán utána olvastam egy kicsit, nyilván persze ez is tök jó valamilyen szinten, hogy megnézel egy filmet, és hatással van rád, és nagyon élvezed, és igazából nem tudod megmagyarázni, hogy mi az, amit láttál, vagy nem biztos, hogy föltétlenül összeáll, mint cselekmény, hanem lehet, hogy több értelmű, vagy kétértelmű, vagy nem tudom, de minden esetre felvet kérdéseket, meg meggondolkodtat, meg megmarad benned, és lehet, hogy még napokkal később is azon gondolkodsz, hogy vajon milyen eseménynek mi volt a jelentőség abban a filmben, és nem érted meg elsőre, ami szerintem egy nagyon jó dolog, tehát ez eleve így már nagyon jó, de ugyanakkor én meg olyan vagyok, hogy akkor elkezdek wikipédiázni, meg elkezdek mindenfelé utána olvasni, mert engem érdekel, hogy mégis hogy lehet ezt értelmezni. Volt nekem egy olyan Sanda gyanúm, hogy itt valami mitológiai dolog van. Hát hogy tudti, hogy van valami mitológia, mert nem véletlenül vannak itt félszemű mindenféle dolgok, meg szirének vannak, meg mit tudom én, mit azért itt, itt valamik itt vannak, meg itt emlegetnek is valami mitológiai dolgokat, meg nem tudom micsoda. És igen, az egyik elterjedt értelmezése, amit egyébként a filmkészítők is uh, uh, aláírnak, hogy igen, van egy, van egy mitológiai párhuzam, amiből talán az Ikarus, uh, ami a leg... Uh, a konkrétabb, de ez igazából csak a filmnek a lezárására vonatkozik teljes mértékben, de valahogyan mindent rá lehet vonatkoztatni, vagy a legnagyobb részét valamiféle mitológiai. Ki van írva, hogy, hogy mennyi mindenen alapult, és releti szövegeket vettek át különböző mondákból. Hát meg irodalmi írod alapokból is, tehát irodalmi inspiráció, mitológiai inspiráció, legendákból, különféle töménymondákból. Ez a rendezőnek a jellegzetessége, a Boszorkány című, a Duitsbe is ilyen nagyon arhaikus nyelvezetet használtak, és utána nézett korabeli írásokból, és onnan szedték ki a, tehát úgy írták meg a forgatókönyvet, meg a párbeszédeket, hogy olyan szavakat használtak, mint a tizen... 7. századi Amerikába a telepesek, szóval, hogy meg ebbe is úgy, úgy tudom, hogy, ez meg 18. vagy 19. Nagyon, nagyon század el is eljel, konkrétan, vagy... nagyon is konkrétan. Most nem, nem készültem sajnos annyira jól, hogy, hogy el is mondjam, hogy pontosan mi az irodalmi alapanyag, amiből gyakorlatilag számos idézetről antettem, a párbeszédeket is illeti. Párbeszédek is zseniálisak. Tehát egyébként nem feldolgozat, és nyilván átiratról van szó, tehát talán nem is az a lényeg, hogy most pontosan honnan van az a konkrét idézet, de minden esetre összeáll valami írtozatosan különlegessé. Uh, ez a film. Most átadnám a szót, hogy nem menjek így hirtelen tovább, hogy valamit akartok-e mondani róla. Mármint Bár, a Lighthouse-ról. Ja, uh, hát, nagyon jó kis végjáték volt. Én rengeteget nevettem, és most egyáltalán viccelek. Szerintem rendkívül humorosak. Uh, rengeteget nevettem én a is. A szereplők közti kémia, dinamika, az nagyon érződik. Tehát az a helyzet, hogy azon túl, hogy magát a filmet nézem, kicsit látom a forgatást, ezt, ez a helyzet, és ez nem veszel a, a film értékéből, vagy hangulatából, vagy a beleélésből, mert hát ezek igen, jól érezték magukat, vagy, vagy rosszul érezték magukat, de mind a kettő egyformán az ő állapotuk az olyan jól lejön, hogy ez egy abszolút plusz volt a film nézése közben. Én szerintem rendkívül humoros film volt, ami nagyon meglepett. Amúgy uh, utólag azt olvastam róla, tényleg szerintem ami nagyon-nagyon viszi a filmet, az tényleg a két főszereplő közötti hihetetlen dinamika, hihetetlen kémia. Azt, uh, Mondjuk el ki ez a két szereplő? Uh, igen, mind. tehát uh, Willem Dafoe és uh, és a Robert Pattinson. Nem, le, uh, nem lehet, ez most már nem érted, ez már ilyen internet, és akkor kell ilyen hogy a Zöld Manó és Batman vannak benne. <laughs> Most ezt azért mondtam, az mert... Az is DC nem jó. Az, azért mondtam, mert rendkívül, tudja, hogy engem rendkívül irítál ez. Tehát, hogy engem így, is, engem ez... is. <laughs> ez így borzasztó, tehát abszolút falra mászok. Az Igen, is erről a jellemző a színészekről, hogy különféle szerepeket szoktak eljátszani. Uh, mikor volt a házassági történet két évvel ezelőtt, és akkor nem tudom már, még cimbora mondta, hogy hát itt a fekete özvegy össze volt házasodva a Kylo és akkor épp válnak. Tehát, hogy... jó, Istenem. Scarlett Johansson és... Na, szóval... meg a Star Wars-ból a... Na mindig. Azt olvastam róluk, hogy... Egyébként nagyon keveset beszélgettek ők ketten egymással a forgatás alatt, holott Tényleg fantasztikusan működnek együtt, és tényleg azt érzett, hogy itt van köztük valami. Pont hogy egy ellentét volt köztük, abból a szempontból, hogy ők szileg hogy álltak hozzá ehhez a dologhoz, tehát a Willem De nek egy nagyon vaskos színpadi tapasztalata van, és ő meg volt azzal szokva, hogy, hogy az alakítást azt próba előzi meg, próbák előzik meg, tehát egy komoly előkészítő folyamat előzi meg, és a Petinza meg ezzel pont ellentétesen van. Ő egy olyan fajta tipikus filmszínész, aki azt mondja, hogy nekem igenis az első ték az első felvétel az, ami nekem működik, és ha én ezt még egyszer megcsem, akkor az már nem fog úgy. Tehát, hogy pontosan az ellentétei voltak egymásnak, és, és a, a Egers, a rendező, az teret is adott nekik valamilyen szinten, hogy úgy dolgoz. Egyébként ez szerintem egy kilométerről látszik a filmen, hogy egyszerűen szabadjára voltak engedve a színészek, és ez ki is derül egyébként az interjúkból, ha megnézed utána, hogy hogyan nyilatkoznak arról, hogy, hogy működött a munkafolyamat, hogy azért tud annyira dinamikusan működni részben ez a film. Részben nyilván azért, mert nagyon szigorúan meg vannak szabva a keretek, és nagyon komolyan kíván találva az egész film úgy, ahogy van a rendező által, de ugyanakkor ezekben a szigorú keretekben ez a két Egymástól gyökeresen különböző típusú színész szabadon volt engedve, és az ő színészi művészi energiáiknak meg volt az engedve, hogy úgy bontakozzanak ki, ahogy nekik az a legjobban esik. És valahogy ebből lett valami csodálatos, szerintem, amit ők ketten tudtak az kis összetett energiájukból valahogy, valahogy megteremteni. Rendkívül tetszett nekem ez a film. Hát én régebben láttam, tehát hogy nem mostanában, még azt hiszem tavaly, tavaly év elején sikerült uh, megnézzem. Ahogy az előbb mondtam, a hang, hangok az, az az engem nagyon megfogott, főleg lehet, hogy már hallottam előtte, hogy erre nagyon oda kell figyelni, és tudom, hogy fülhallgatóval, tehát hogy direkt feltettem egy fülhallgatót, úgy néztem a, a filmet, és és én is úgy voltam vele, mint te, hogy, hogy vége volt, és így néztem, hogy most, jó, de mi történt? Igen, igen. A többit értem, és, de mi történt? És nekem is kellett úgy pár nap, hogy így utánolvasgassak, meg aludjak rá azért kettőt, hármat, hogy szóval igen, nem, nem az az egyszerű film, és uh, mondjuk azzal nem értek egyet, hogy annyira vicces lenne. Én értem, hogy mire mondod, de. és, és a horror jellegét is tennék oda egy kérdőjelet. Nem feltétlenül horror ként tudnám apostrofálni. de Igen, igen. Nem, csak hogy így van eladva, hogy horrorfilm. Igen, ez De ugyanúgy vagyok a wits is. A Wits sem feltétlenül horrorfilm. De a Witch az azért már horrorabb valahol. Egyébként most jó, hogy tovább létezik, mert pont a Witch lett volna a másik, amit mondok, amit szintén így bepótoltam az utóbbi években, mert Bizsó mindig mondta nekem, hogy van egy csomó ilyen kortás horror, amit én nem láttam, egy párat láttam, de egy párat meg nem láttam, és azokat muszáj bepótoljam, és ez a kettő egyértelműen köztük volt. A witch is abszolút hátas dobtam, nagyon-nagyon tetszett. Az egy picit azért már horrorabb, mint a Lighthouse szerintem. Ha nem is másodban, azért, mert megjelenik benne az okult, Mondjuk erről is beszélgettünk, Vizsóval, hogy ez okkult, ez egy picit más, mindegy, majd nem tudom, kifejtem, nem fejtem ki, nem számít? Most okkulta. E, igen, amit most okkultnak neveznénk, de nyilván abban a környezetben, vagy abban az időszakban, ahol játszódik a film, ez még a, a hiedelem világnak a szerves része volt. Tehát gondolok itt most a boszorkány hitre, a sátán hitre, a különböző tabukra, arra a fajta hitvilágra, ami részben, részben egy keresztény hitvilág, de részben meg egy hiedelemvilág, amiben, amiben ez a telepes közösség élt, amiben ők vannak. Viszont azért a horror, konkrétan zsáner, horror elemek azért nagyobb részben vannak benne a Witch-ben, mint a Lighthouse-ban. Most nem tudom, nem akarom. A Lighthouse-ban egyfajtaban várod őket. Igen. <laughs> ez, a, ez, a, vicces benne. Na jó, ezt a vicces dolgot ezt most már <laughs> Igen. Úgy, úgy néztem ezt a filmet, ezt a witch hogy azt gondoltam, hogy itt nekem jegyzetel nem kellene, mert ezt néha el szoktam mondani, hogy milyen angolszakos voltam, ezért nekem nagyon így ezek a nem csak angol nyilván, hanem az amerikai mitoszok, és a népmitoszok, és a néplélek is ezek hozzám nagyon közel állnak így tanulmányilag, vagy mit tudom én, érdeklődés szempontjából. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekelnek mindig azok a, a munkák, amik feldolgozzák azokat a mitoszokat, amik gyakorlatilag az amerikai, a, hát nem tudom, néprélek, vagy, vagy az amerikai népnek a, az, a lelki világának az alapját képezi ezek közül nagyon sok motivum, és most gondolok itt eleve a puritánságra, mint olyan. Én azt gondolom, hogy uh, most lehet, hogy, hogy uh, merésznek hangzik az, amit mondok, de azt gondolom, hogy, hogy a puritán gyökerek, uh, azok mai napig megérződnek az amerikai nép lelken, Oké, okay? tehát ott, ahol könyveket akarnak betiltani a 20.-21. században, az nem Románia, és nem mit tudom én, Kelet-Európa, meg nem, mit tudom én, micsoda, hanem nem véletlen, hogy ott van ott van a lelkük mélyén nagyon az, hogy bizonyos dolgoktól félnek. Mert a hitviláguk, mert a hiedelemviláguk azt mondja bizonyos dolgokról, hogy tabuk. És ez azért van, mert onnan erednek ők. Ők valóban puritánok voltak, ez a nép így kezdődött gyakorlatilag. Ez az egyik dolog. A másik, ami rendkívül érdekes benne nekem a a, az erdő motivum, mint olyan, az, hogy az, hogy az erdő a vadon az az egy nagyon titokzatos és egyben nagyon félelmetes dolog, az egy nagyon veszélyes dolog. Tehát ne felejtsük el, hogy olyan közösségekről beszélünk, amik gyakorlatilag ők népesítették be ezt a vége láthatatlan teret, ami Észak-Amerika. Nem tudták azt sem, hogy hol van a vége, csak azt tudták, hogy ahogy mennek előre, ott, ott veszélyek leselkednek rájuk. Most nyilván ezek a veszélyek, ezek az amerikai őslakosok voltak a valóságban elsősorban, de, de ugyanakkor ezek, ezek a hiedelmek kialakultak, hogy ott, ott valami sötét van az erdőben, hát oda nem menjél. vagy attól való félelem ez, ami az embernek a mélyébe is benne van eleve. Így van, ez így van. Kódolva így van. is van ebben lényegében. Így van, így van. Láttad, láttad a, a szorkányt, Globális dolog. Hú, most amúgy pont, hogy beszéltek róla, és pont gondolkodtam, hogy a címmel megvan, és szerintem láttam, de egyszer nem jut eszembe, hogy láttam, hogy, Eh, Na, akkor, ne, nem akkor nem láttad. Nem az, tudom. Ez, ez, <laughs> én is láttam háromszor már, és... Na, hát, és, ez... és ugyanakkor természetesen a, női, a nőiség, a női démon, a nővé válásnak a, ez a nagyon félelmetesként való lefestése, mert végülis szerintem a vezérmotívum a filmben ez, hogy mennyire félelmetes az, hogy a kislányból nő lesz. És ez a kislányból nő lesz, ez részben ugye a felnővés történet, tehát az ártatlanság elvesztése az, hogy az, amikor valaki a gyermeklétből átlép a felnőtt létbe, akkor az gyakorlatilag egy beavatás, hogy megtudsz bizonyos dolgokat a világról, amiket gyermekként nem tudtál, mert az ártatlanságod az védve volt, főleg ebben a puritán közösségben, és hogyha meglány vagy, akkor az még veszélyesebb, mert tudjuk, hogy, hogy ugye a nő az, aki, aki, elcsábít, aki megront, aki behozza a rontást, nem véletlenül a nő a boszorkány a mitoszokban általában, és így, így összerakva nekem rendkívül izgalmas volt ebből a szempontból is, tehát hogyha ilyen mondjuk irodalmi oldalról tekinted, ugyanakkor, ugyanakkor egy irtózatosan hangulatos film, aminek minden percét élveztem, és, és olyan színészi alakításokkal, hogy nem tudsz félre nézni. Nagyon-nagyon szerettem ezt a filmet és ugye ezt is szeretettel el. Disclaimer, azért azt elmondom mindkét filmről, hogy mit tudom én, ha nem, tehát én elmondom most akkor ezt itt szépen, hogy ezek szerintem nem horrorfilmek, hanem nem tudom micsodák, de most ettől függetlenek a kedves hallgató, hogyha nem különösebben szereti a horrort, vagy mit tudom én, megijed bizonyos dolgoktól, akkor azért ne azért nem úgy ajánl, nem, nem széles közönség rétegnek ajánlom azért ezeket a filmes, nehogy valaki azt mondja, hogy miattam nem aludt két hétig. Nem akarom belét folytani a szót, de akkor Bizsó is ajánljon valamit, és akkor majd még visszatérünk. De, nem, én Ma... most De nem, a nem a mondtad, az... hogy még szeretnél azért mondani majd címeket, jó? De most ez a kettő egybe tartozott, <laughs> úgyhogy... Rendben. Most egy egészen más téma. Én uh, most azért a változatosság kedvéért... De, de filmekről lesz. Okkult ok filmről <laughs> szeretnék beszélni, <laughs> ilyen okkult témák és ilyen horror, de nem biztos, hogy horror és hát ez is ilyen amerikaiak vannak benne. Az a címe, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, hogy The Empty Man, az üres ember. Közöttetek mindenki rázza a fejét. Érdekes, érdekessége a filmnek, azon kívül, hogy amúgy is érdekes a film, hogy ez egy nagy produkciónak indult film, ami aztán valahogy elsikadt a stúdiónak köszönhetően. Ez, egy, ez talán még 20th Century Fox film volt, csak azóta már a rókák elmaradtak, ugye, a Fox felvásárlása után. Azt hiszem ez volt az utolsó még Foxos filmje a stúdiónak. És ez egy ö, nem túl magas költségvetősi film, ö, de a nagy stúdiós mi volt a ellenérés, igen, csak kevés emberhez jutott el, illetve kevés mozihoz jutott el. Egy limitált bemutatója volt Amerikában, ö, már kultfilm státuszban van, ami érthető, hogyha az ember megnézi a filmet, és bár, van bármilyen vonzódása a nem éppen átlagos thriller, horror, természet feletti iránt, akkor akkor én ezt tudom ajánlani azon hallgatóknak, akik beleférnek az említett kategóriába, nem sikerült ki kell rendesen a mondatból, elnézést. Ez egy... Ez egy David Pryor nevezetű rendező, azt hiszem első uh, pozifilmje. Ő amúgy dokumentumfilmeket és rövid rövidfilmeket rendezett korábban. Uh, azóta a Netflix talán, nem a Netflix, hol van a voár nevezető sorozat Netflix. Netflixen? Talán egy kicsit felkarolta, mert abból kettőt is ő rendezett. Uh, az is egy érdekes sorozat nem tudom, hogy mennyire sikerült, már csak az első részt láttuk, az érdekes, érdekes a koncepciója, de nem erről akarok beszélni, hanem az mtm ről Ez egy furcsa természetfeletti horror thriller, aminek már a maga a hossza, illetve a film felosztása, a történet felosztása is egy kicsit különlegesé teszi. Amúgy a történet lineáris mi volt a ellenére is egy hogy, hogy mondjam ezt ügyesen, nem tudom ügyesen mondani. A lényeg az, hogy ne, nem éppen hagyományos a történetvezetése, bár lineárisan történik, de mondok, mondok egy példát, azt hiszem az első 21 egy-néhány perc után jön be csak a főcím, és teljesen érthető, mert egy új film kezdődik az első huszonvalány perc után. Az azt megelőző Szóval hány perc a film eleje, az lehetne akár egy, egy különleges kis rövid film is, de már az is eléggé leköti az embert, hogy aztán kapjunk valami egészen mást, és a végén valamennyire visszacsatlakozzunk az elején történtekhez. Igen lassú folyású filmről beszélünk. Abszolút független filmes, hozzáállása készült, nagy stúdiós, hangulatos, nagyon jó kis nem éppen sztár alkatú színészek alakításai vannak benne. Mindenkinek csak ajánlani tudom. A lényeg az, hogy engem letaglózott egyetlen egy dolog miatt. A különlegessége valahogy a zenéjével együtt nem is tudom. Nem tudok úgy gondolni a filmre, mint egy, mint egy sima félelmetes filmre. Valahogy sikerül buddhizmus közeli élményét tenni a rettegést. Ennél nem tudom jobban leírni, azt hiszem, hogy persze ez is egy nagyon ilyen, lehet, hogy fals képet fest az emberben, de ennél közelebb nem tudok járni az igazsághoz, úgy érzem. A saját szavaimmal legalábbis. Én már betettem a Letterboxd listámban. Ha túl sokat vársz tőle, akkor lehet, hogy csalódi fogsz. Tehát próbáltam nem nagy szavakat használni, különleges film. Körülbelül ez a legátlagosabb dolog, amit el lehet róla mondani. Uh, hú, hát uh, azt már mondtam nektek korábban, vagy hát uh, igazából a mikrofonon kívül mondtam, hogy volt mostanában egy hajós korszakom, illetve hogy akkor uh, ebben az időszakban olyan filmeket néztem újra. Igen, meg igazából mindegyiket láttam már korábban, viszont amelyek vagy történelmi jellegűek, vagy kosztümös történelmi dráma, hasonló kalandfilm, ötvözettel, és a két film, amit megnéztem nem is olyan régen, az a, az egyik a The Bounty címe fut, ugye 82 vagy 84-ben készült. Roger Donaldson rendezte, hogyha jól emlékszem. És hát lényegében, igen, Roger Donaldson rendezte, és például uh, Vangeli szírta a zenéjét, illetve olyan uh, mai napig hát nagyon jelentős színészek, sőt, talán lehet, hogy egyes színészek karrierük elején szerepeltek ebben a filmben, de olyan nagy nevek vannak mai szemmel nézve, mint nyilván Anthony Hopkins, vagy Mel uh, Gibson, vagy Liam Neeson például szerepel benne, Daniel Day-Lewis, vagy, Szerintem egyikük se volt ismert részben. Azért mondom, hogy, tehát, hogy vagy karrierjük elején lehettek nagyjából. Mondjuk ott már Mad max szerepelt korábban Mel Gibson, de hát nem volt még annyira befut a lényegében. De Anthony Hopkins azért végig csak név volt már akkor is. Igen, Hannibal, Mad Max és Darkman egy filmben. Igen, na, egy újabb analógia, milyen gyönyörű. <laughs> Illetve a már nagyon idős egyébként, de név, tehát több jelenben is feltűnő Lawrence Olivier van még benne a filmben, aki egy angol vagy brit admirális játszik ebben a filmben, hogy a The Bounty, vagy hát volt korábban is egy, egy hasonló című film, ami szinte ugyanezt a történetet dolgozta fel, az azt hiszem, hogy talán 62-ben készült Mutiny on Bounty címmel, abban meg olyan nagy nevek voltak, mint például Marlon Brando, de hogy magának a történetnek a lényeg az az, hogy a 18. század vége környékén, 1780-as évek vége fele volt egy brit lényegében hadihajó, amelynek volt a neve a Bounty, de annak idején ez a hajó még szén szállítóként kezdte a pályafutását, majd később hadihajóként is futott a vizeken, viszont ebben a történetben konkrétan a film szerint legalábbis áruszállítóként kell működnie, és Anthony Hopkins kapja meg, ugye Bly kapitán kapja meg ezt a hajót, illetve hogy a Angliából kifutva elmenjen egészen Tahitig, ugye a Csendes óceánra, és onnan pedig vissza a Jamaikába kenyérfa palántákkal, amelyek a rabszolgák számára lesznek majd Jamaikában élelmezés szempontjából felhasználva, mert olcsó. A film történet legalábbis így hangzik el. És nyilván megvan a legénység, ugye tudjuk, hogy nagyjából, tehát nyilván már James Cook után járunk, aki már felfedezte új zélandot és Ausztráliát is korábban időben nézve. Uh, tehát a hajózási útvonalak már megvoltak annak idején. A lényeg az volt, hogy hogyan nézett ki egy korabeli, uh, lehet, hogy nem csak brit hajó, hanem akár más, ugye, úgymond gyarmat hatalomnak is a, a, különböző hajó típusai, illetve a legénység felépítés, a rendszer, a fegyelem, az, az a hierarchia, ami, ami, ezeket a, hát meg a brutalitás is benne van ezekben a hierarchiákban, ugye? Nyilván egy ilyen tekintélyevű rendszernek vagyunk, vagy kerülünk bele ebbe a témába. És ugye a Bounty is eleve, a, a Mutinon Bounty meg főképpen, ugye benne a nevében ez egy lázadás, amiről beszélünk. A Bounty nevű hajón tehát a legénység fellázad a hát brutális és erőszakos, meg hát kíméletlen bánásmód miatt ez a felütése a filmnek. Nyilván az elején még minden jól indul, utaznak, gyönyörű idő van, mennek Tahiti fele. A probléma ott kezdődik első körben, hogy a Bligh kapitánynak ugye Anthony Hopkins játssza a bly kapitányt, a hajókapitányát. Az a terve, hogy nem egy könnyebbik utat akar választani Tahiti eléréséhez, ami ugye tehát szinte meg kéne kerülniük az egész bolygót a könnyebbik és bár hosszabbik úton, hanem ő át akar hajózni a Horn foknál, és a honfok az meg egy nagyon veszedelmes környék, mert hogy kb. azt hiszem egy évben, talán egy hét van, amikor is az nyugodt vizen hajózható át. Ugye Dél-Amerika partjairól beszélünk, és ott azért az áramlatok, illetve a hideg-meleg levegő áramlása, Antartis még ugye, tehát ott nagyon, nagyon kemény viharok vannak, és pusztító jellegűek, és főleg az akkori hajózás nézve az meg életveszély volt. A lényeg az, hogy megpróbálkoztak, és valami egy hónapon keresztül próbáltak, tehát 30 napig próbáltak átkelni a honfokon, ami nem sikerült, tehát annyira, tehát nem tudtak 5 métert előre nagyjából, mindig visszavetett őket a vihar. Aztán visszafordultak, és elmentek a könnyebbik útvonalon, tahiti út Tahitibe. De itt már a legénységen érződött, illetve a felütésén az, hogy akkor azért ez így bármennyire is edzett matrózokról van szó, hogy azért mindenkinek tele van a az a bizonyos valami a nadrágában már a kapitány, kapitány részéről, kapitányal és végül is Tahiti-re, és Tahiti meg ott van a paradicsom. Tehát ugye a trópusi szigetileg a benszülöttek örömmel fogadják őket. Tehát ugye az a 18. század végét Tahiti nem olyan, mint a mai napokban, hogy akkor elmész a repülőgéppel, hanem ott tényleg ilyen, mondhatni az a törzsi viszony uralkodott, ami ezelőtt is ezer évvel megvolt már és hogy ott a legénység az olyan, mint hogyha a paradicsomba érkezett volna meg, és nem csak akarnak elmenni a szigetről lényegében, próbálkoznak is szökéssel már ott. Na de, gyors leszek a végére. A lényeg az, hogy ki mondja a Bly akkor, tehát egyszerűen a legénység az elvadul. Maga az első tisztje ugye a Christian, aki egyébként Fletcher Christian, akit megizom alakít, ő az, aki elkezdi ezt a lázadó, lázadó hangulatot, nem mondom, hogy terjesztenén, de lényegében Elveszi a törzsfőnök lányát, mint a mesékben, hogy a, király, a tahiti királylányát elveszi feleségül, és egyszerűen már úgy viselkedik, vagy, illetve átveszi azokat a szokásokat, amelyeket a, a benszülöttek uh, uh, tanúsítanak, vagy az szerint élnek, és kialakul egy, egy óriási ellentét a kapitány és a, az első tisztje között. És uh, bár fenyítése, illetve hát, hát mondjam azt, hogy uh, hát nem mondom, hogy terrorral, de lényegében azzal mondhatni, ráveszi a legénységét a Black Anthony Hopkins, hogy akkor igenis hajóra kell szállni, a palántákat pedig el kell venni Jamaikába, de ott vannak hónapokig kb. tahitén, tehát hogy ez egy, nem egy két nap alatt történik meg, hogy a legénység átformálódik. De hát ki a fenn akarna elmenni Tahitiről, könyörgöm. Hát én sem mennék el. Főleg, hogyha nézzük azt a világképet, amelyben ezek az emberek éltek. Tehát ott voltak összezárva valami 200 egy akkora hajó, mint mondjuk nem tudom, két-három lakás mostanában, úgy területre. Tehát élelmiszer, meg adagokat kaptak, víz hiány akár felléphetett, nem esett az eső, nem volt ivóvíz, vagy kifogytak bármiből. ugyanakkor ugye a fegyelmezés, a büntetések, korbácsolás, stb. stb. És visszamenni mondjuk abba a közelbe, ahonnan eljöttek, abba az Angliába, akár honnan eljöttek, hát mi fogadja őket? Egy szegény állapot, ismét akár el kell menni hajózni, nincs pénz, betegséges, stb. stb. És a paradicsomból ki akar visszamenni, a, úgymond a, úgymond a világi pokolba, hogy így fogalmazzunk, matróz szemszögből. Úgyhogy ez valószínűleg érthető volt. Tehát én, amikor a filmet néztem, így néztem is, hogy basszus, hát tudja, hogy ott én, én fellázadtam volna tutira. Tehát én egy lázadó matróz lettem volna a többiek helyében is. És az volt a, az volt a döntő ö, faktor a lázadásban konkrétan, hogy a Black kapitány a visszafele úton azt mondta, hogy igenis, átmegyünk a hornfokon. Ha beledöglünk ki is, és Nike-hoz szakadt el a célra mindenkinél. És ekkor a megbizongyal is, hát a Christian ö, első tiszteletésével, akkor a legénység fellázadt. Meg is akarták ölni a kapitányt, de az első tisztje nem engedte, kitették tizenvalahány ö, hűséges vagy lojális társa együtt a kapitányt egy nagy csónakba, és akkor szevasztok. Ők pedig elmentek, visszamentek először Tahiti-re, onnan pedig tovább hajóztak a Pitcairn szigetekre, ott a hajót feljutották, és ott maradtak, tehát ott maradt a lázadó legénység, illetve még Tahiti a kis csatlakoztak ehhez ez a lázadó legénység, ez úgymond. És a, egy érdekes vége van a, tehát a, vége van a, filmnek, és van egy ilyen rész benne, hogy, és egy záró mondatok, hogy Kb. nem tudom, valami 20 alány évvel később, mintha egy angol uh, hajó uh, érkezett uh, Pitcairn szigetéhez, és uh, találtak egy férfit a szigeten, a megmaradt, uh, úgymond lázadó hajó legénységéből, 9 nőt és 23 gyereket. <laughs> ennyi. Tehát ez egy valami ugye, tehát vagy megölték egymást, vagy betegség, vagy valami történt, ennyien maradtak meg. Ugye a 9 nő azok Tahitiről származtak. És egyébként a Bly Kapitányt pedig, amikor, tehát ők Angliába, kikötöttek valamilyen holland gyarmat szigeten, elvetődtek oda, és ők visszakerültek Angliába a megmaradt lojális legénységével, és őt viszont kihallgatták, hogy majd, hogy nem perbe akarták fogni, úgymond akkori per, tehát lényegében katonai került, és vizsgálták, hogy akkor ő volt -e a hibás a bounty elvesztéséért, a hajó elvesztéséért, vagy pedig mennyire volt jogos, vagy nem volt jogos, vagy mi történt, a lázadás kialakulásában, mi vezetett odáig. És végül őt felmentették, a Bly kapitány felmentette az admiralitás, és azt mondták ki, hogy akkor a lázadókat elítélik, úgymond így távolságból is, és ezzel le lett zárva az ügy. Ennyi. Ez hosszú lett. De hát egy nem lehet rövidebb. <hül> Tehát ezt a filmet ajánlom egyébként mindenkinek. De és jó volt a film? Nekem bejött. Igen, igen, igen. És nagyon-nagyon, tehát óriási a kezdés a filmnek. Annyit akarok elmondani, amikor a film kezdődik, jön a vangelis a zenéje. Igen, azt majd mindenki Azokat Azok a, a, az, az elképesztő hangulatot ad a filmnek, és ilyen uh, tengeri látkép, meg ilyen naplementés. Uh, nem is tudom, melyik szigetnek, vagy hol lehet a filmezés a, a, a film elején, de zseniális hangulatot képes teremteni. Lórit kihagyjuk a következő körből, amíg ajánljon egy pár filmet. Egyik csak azt e, hogy akkor történelmi filmek kapcsán még csak három cím, hogy akkor de, már ha hajós, akkor a Master and Commander, ami egy dégi film. Egy film, film. Na jó, de a, én erről csak nem akarok már beszélni ilyen hosszan legalább. De nem, 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 fogsz, nyugi. <gül> <gül> jó, um, én itt gondolkoztam, még Lóri uh, hosszan elmesélte a, a Bounty story -t hogy melyik filmet is ajánlom, és nekem is, én is úgy vagyok, mint Orsi, hogy, hogy uh, szerencsém volt elég sok jó filmet látni mostanában, de és az az érdekes, hogy ezt pont nem írtam ide ki a jegyzeteimbe, uh, hogy nem csak, uh, nem csak időben, hanem térben is próbálkozok azért ismerkedni a, a filmekkel és a, és a rendezőkkel, és egy tájföldi rendezőnek az egyik filmjét szeretném ajánlani, mert valószínűleg Uh, annyira nem nincs, uh, nincs, a széles közönségnek uh, uh, bemutatva, reklámozva. Ez egy tavalyi film, az a című, hogy Memória. A, az a Zapi Chatpong nevű tájföldi rendező rendezte ezt a filmet. Már többször is uh, fordult meg uh, uh, nagyon érdekes hangvételű filmjeivel itt uh, Európában az ilyen Kán vagy bármilyen más filmfesztiválon, és díjazva is volt. Nagyon, nagyon, nagyon furcsa kép és mindenféle világot tud teremteni ez a, ez a, rendező. Volt szerencsém több filmjéhez is az elmúlt egy-másfél évben. Amúgy a történet tényleg röviden összefoglalva annyi, hogy van egy a Tilda Swinton által alakított főszereplőnő, aki egy meglátogatja Kolumbiába a beteg nővérét, hugát, valamelyik családtagját, már nem emlékszem pontosan, és uh, annyi történik vele, hogy egy éjszaka arra ébred fel, hogy egy, uh, egy, nagyon erős hangot hall. És ez, a, ez, az erős hang így néha így előjön így a hétköznapokban. Tehát ő, ő ott Kolumbiában ott el van, néha meglátogatja a, a, a rokonát, és, uh, és tulajdonképpen ennyi a történet. És uh, tehát jó, hogyha megnéztek több filmet is ettől a rendezőtől, mert uh, uh, ezek ilyen, ilyen 100-120 vagy akár ennél hosszabb ilyen meditatív uh, élményeket csomagol össze neked. Tehát, hogy, hogyha neki a, most nem fogom még egyszer elmondani a nevét, mert így fejből nem tudom, muszáj előttem legyen. Ja, azt hittem azért igazítod a mikrofonodat, hogy elmond. Nem, nem, nem. Jó. Szóval, hogy, hogy ne ilyen akciódús, eseménydús filmekre számítsatok, hanem rengeteg, rengeteg ilyen hangulati ellen van benne, és tényleg a, a meditációnak a, a filmbe oltott legjobb a, a élménye ez a, ennek a rendezőnek, a, a szinte az összes film, legalábbis a, a, amennyit eddig láttam. És igen, itt lehetne akár több filmről is beszélni, de akkor majd még kanyarodjunk vissza majd hozzám is, és akkor így címszavakba, hogyha cím, és akkor esetleg egy-két mondat, hogy az miért, miért ajánljuk. Most meg én Még volt egy film, amit sikerült bepótolnom az elmúlt év, egy-két egy évből a, még egy kört mindenkinek, a Winterberg a filmje a amit valamilyen oknál fogva nem néztem meg, pedig egy évvel ezelőtt slágerfilm film volt. De hát nagyon szerettem, nagyon jó film, ez most már tényleg annyian elmondták, meg annyian dicsérték már az elmúlt egy évben, hogy Ucsi. nem. Hogy? Máucsi. Már nem nem gondolom, hogy olyan Most nagyon. Semmi sport. Ki kell fejtenem, hogy mitől jó ez a film. Nekem is pont annyira tetszett, mint mindenki másnak, nagyon meggondolkodható, nagyon humánus, nagyon megható, nagyon sírtam rajta, meg nevettem is nagyon sokat, meg ilyen dolgokat tudok erről elmondani. mindenki másnak. Szerintem nekem tetszett a legjobban. Szerintem nem, mert nekem. Nem, 20 perc után megrohant az érzés, hogy a fen, enyem, mi a fenét fogok én ezután nézni, mert semmi nem fog ennyire tetszeni. Nem tudom, ez az egyik legjobban összerakott film az elmúlt évekből, szerintem. Annak ellenére, hogy nem éppen egy, hogy, hogy mondjam ezt, ilyen tömb, tömb film, egy ilyen kikesztetetlen akármi, egyáltalán nem érződik annak, nagyon is lazának tűnik és maga a, témája meg egy, egy röhely, mármint az hogy, az, hogy nem lehet igazából megfogni a témáját, hiába hittem azt előzetesen, hogy az a sok okosság, amit már eddig olvastam a filmről, az, 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 jelent valamit, mert ez egy kicsit, nem egy kicsit, jóval többről szól, mint maga, maga a sima története a filmnek. Tehát ennél a sokrétű cuccot ilyen lazán elmesélve, hát én nagyon rég nem láttam, vagy egyáltalán nem. Már ebben a témában biztos nem. Igen, azt a mondanám akkor még erről, hogy olvasgattam utána a kritikákat, mint tudom én, és a... Hát voltak olyan kritikák, ha már puritán Amerikai amerikaiakról beszéltünk, egy néhány, főleg amerikai kritikus azt rótta fel a filmnek, hogy jó, de akkor végül is mi a helyzet most itt az alkohollal? mert ugye itt alkoholt isznak ebben a, a, szereplők, de hogy akkor nem derül ki, hogy végülis akkor most a film mit gondol az alkoholról, vagy hogy úgy egyáltalán nem foglal, nem foglal elég szigorúan állást az alkohol ellen. És Ez azt gondolom, azt gondolom, hogy hogy aki ilyen kritikát ír egy, erről a filmről, az valami más filmet látott, vagy nem tudom, mert én azt gondolom, hogy ez a film nem az alkoholról szól, nagyon nem az alkoholról szól, sokkal több mindenről szól. Igen, a, 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 hát sörívás vagy alkoholíváson keresztül mutat be bizonyos dolgokat, de, de nem arról szól, hogy most akkor kell-e inni, vagy nem kell inni, és hogyha valaki erre keres választ, akkor nem ezt a filmet kell megnéznie. Az alkoholról is szól azért. <laughs> te ajánlasz még esetleg valamit? Vagy, te, vagy ti, Ilyen, ti összebeszéltetek is? A... És... Valamit még megpróbálhatok ajánlani, de... Hát most a bepótolandókat mondtuk el igazából. Még van egy pár, amit láttunk az elmúlt időszakban, ami már oszkáros, tehát ezekről is azért majd még egy picit fogunk beszélni. Mert Na, nagyjából ugyanazokat a filmeket láttuk, igen. Nem csak, de nagyjából. Látok, ugye, visszakanyarodva hozzám ebben a körben. Szintén kaland, meg szintén történelmi, és hát mondjuk nem hajós, de azért sivatagi hajókat látunk benne. Ez a mennyei Királyság, ami 2005-ben készült Ridley Scott rendezte. Ebben is amúgy játszik például lájem mint a bounty ban Na hát igen. Illetve vannak még nevek Edward Norton, Eva Green, és nyilván utoljára, nem utoljára, Igen, de... Ez mondjuk ilyen játék, Jeremy meg Edward Norton, miközben talán nyilván meg. De amúgy tudd meg, hogy annak idején, amikor elsőr láttam, akkor nem tudtam, hogy az, tehát, hogy az ő játszotta, és nem is nem hiszem, hogy utána olvastam, vagy hogy nem is tudom, mikor hallottam azt, hogy tényleg ő volt a, a király egyébként, Jeruzsálem királya. És akkor persze vannak még Jeremy Irons, Csókás Márton, ugye, Brandon Gleason, akkor, és nyilván utoljára hagytam, Orlando Blumot, mert nekem ő a kakutajás ebben a filmben valamiért. Tehát valahogy... Csak tehát ebben? Mai, hát ne jó ne lehet. De nem, mondjuk a, a trójában eltalálták azt a Páriz, Páriz szerepkört neki szerintem, úgy nem tudom. Tehát, hogy itt nekem úgy, itt nem, nem annyira... Ja, hit. Fordítva érzek, érdekes. Nem tudom, tehát De itt, a, a itt a nekem... nem működött a srác itt meg nagyon. Hát, de az a szerepkörnek inkább, inkább volt való szerintem a Paris a trójában, mint itt a, a hős Balien, a Magyar Nem tudom, lehet, hogy ez csak én érzem így. Valaki mást kellett volna talán helyette a filmbe, de hát nyilván mondom, ez szubjektív. A lényeg az, hogy ez egy ö, ö, szerintem nagyon jó film egyébként. Lehet, hogy sokan lehúzzák, vagy nem szeretik. Ö, nem tudom, hogy mennyire, nem vagyok benne azért meggyőződve arról, hogy teljesen hiteles történelmi sőt, azt hiszem, hogy nem. De, de mind kalandfilm és mind azt a, azt a világot bemutatni, hát ilyen akár csak példázatként bemutatva azt a kort, vagy azt a, azt a hát mondhatni szellemiséget, ami ugye a 12. századot jellemezte, meg ugye a keresztes hagyjáratot, meg stb ez azért szerintem úgy jó, és úgy elviszi az embert abba a korba. Tehát erre alkalmas, megvan az, a, megvan az, a, az atmoszférája a filmnek, és ez nagyon szépen fel is van építve benne. Ö, és nagyon jó, tehát hogy mondom szerintem, de szubjektív, Ö, Orlando Blumon kívül, bár ő sem játszik rosszul, csak valahogy az arc nekem nem kell, tehát nem, nem az az arc, aki a hős ott abban a filmben ilyen értelemben. A többiek nagyon el vannak találva karakteridőek szerintem, sőt, hát a szultának, az a, tehát olyan arsz, meg a hangja, meg minden az egy óriási, óriási uh, arca a szultán a filmben. És nagyon jó a, nagyon jó a Jeruzsálem királya közötti, uh, Baldwin, hogy jól emlékszem, a királyt Baldwinnak hívták, hanem tévedek, illetve ott van ugye a, a, török szultán, vagy hát a, na, hát a, a muszlim szultán igazából, és a közöttük levő diskurzusok, amik nagyon ritkák, hogyha találkoznak kb. egyszer a filmben, mintha, de az is olyan velős, tehát hogy is nagyon-nagyon szép, amikor találkozik két ilyen karakter például. Uh, ami a végén megmaradt, tehát az egész film jó egyébként érdemes megnézni, és ugye ami elhangzott a mikrofonon kívül, hogy csak is a rendezői uh, vágást szabad megnézni, vagy azt a verziót szabad megnézni, a mozi verzió abban, abban kimaradtak olyan dolgok, amelyek uh, amelyek uh, megnézése nélkül igazából egy-két dolog a filmben nem teljesen érthető és nem logikus. Tehát amikor megnézed a rendezői verziót, akkor abban, akkor abban sok minden letisztázódik a film kapcsán. Érdemes azt a verziót megnézni, nyilván valamilyen hosszabb, de nem annyira sokkal. És a csak egy nagyon jó uh, végézé mondat, hát mondat, kicsit párbeszéd a végén a filmnek. A Orlando Gruma hősünk ugye Balián visszatér Frankhonba, és talán összefut véletlenül, hát nem véletlenül, keresik, összefut uh, uh, oroszlánszívű uh, Rihárdal, az angol királlyal, akik éppen mennek visszafoglalni Jeruzsálemet és a Szentföldre, és útjuk során megkeresik a hős Jeruzsálem védőjét, vagyis hát Balient a hőst, és akkor megállnak a barjának megállnak a, a, a házon mellett, a lovasok, és akkor azt mondja az szívű Rihárd Barjánnak, hogy a Szentföldre tartunk, és Balián keressük Jeruzsálem hős védelmezőjét. Erre azt mondja Balián, hogy én csak egy kovács vagyok. Erre azt mondja a király, hogy én meg az angol király vagyok. Erre Balián, én meg csak egy kovács vagyok, és akkor elmennek mindenki maga útjára. Tehát hogy ez a lezárás ennek azt mondja, a szünet. és nekem ez úgy megmaradt, mert ez úgy tetszett, nem tudom érted, hogy én megvittem magam háborúját, menjetek, jól akartok most már, az enyémet már lezártam, szavaztok. És a nőt is megkapta. Ez <laughs> <laughs> volt, az a nő? Harc a elég érdekes téma ebben a filmben. Tessék? Ez az állandó harca Szentföldért. És a, a Igen. Jó, én nem az akartam most annyira belemenni, de... Hát, na, szerintem ez egy hiánypótló film volt a maga idején. Mármint hiánypótló abból a szempontból, hogy már akkor eléggé hát, az elfentezi, sedés éveiben jártunk, és nagyon kevés, az azóta is nagyon kevés, az ilyen nagyszabású, ezt a korszakot bemutató film, ennyire komolyan véve, egy ekkora rendezővel. És hát, ilyen szereplőgárdával is az azért. Valahol bukása volt ítélve ez a helyzet, és megkapta magát a kritik, kritikusoktól is, a magáét, bocsánat. De egyáltalán olyan rossz a film, mint amilyen a híre volt annak idején. És tényleg a változott az, az ajánlottabb. Abszolút, jóval. egyetértek. Én itt összeírtam magamnak elég sok filmet. Én egy ilyen gyors körképet szeretnék, ilyen ajánló körkép, így pár percben. Mondasz egy címet, és nekem mondja, tetszett, nem tetszett. Lássad. Nem, 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 nem így gondoltam. Pár éve, azt hiszem 2019-es a Honeyland című film, ami egy Észak-Macedón film. Volt díjazva, ha ez jelent bármit is. Igazán, Igazán egyedi, egyedi filmélmény. Nem fogok róla mesélni, tényleg mindenkinek tudom ajánlani. Mész királynő címmel lehet magyarul is megtalálni, bár nem hiszem, hogy szinkronizálva. Van a tavalyi év egyik nagy kedvence, meg szerintem idén még elég sokat fogunk hallgatni, a The Worst Person in the World, vagyis a világ legrosszabb ember, Ez egy norvég film, Joachim Trier rendező több filmmel is jelentkezett már az európai rendezők körébe bekerült. Érdekes, érdekes ez a film, nem sikerült, nem, nem is olyan rég láttam. Fogunk még róla beszélni szerintem sokat netflix az utóbbi időben, csak megemlítem a Power of the Dogot, ami, amiről fogunk majd beszélni a következő adásban, csak annyi, annyi élményem volt vele, hogy én nem tudtam semmit erről a filmről, én tényleg hazajöttem, leültem a fotelbe, és mondom, nézek valamit, és rámentem a Netflixre, és rögtön ezt dobta ki. Néztem Cumberbatch, meg ilyesmi, és mikor néztem a filmet, közbeolvastam utána, hogy, hogy, hogy mi is ez kirendezte, stb. Szóval ilyen tök ad -hoc él élmény volt az egész, és nekem tök furcsa volt, hogy aztán már legközelebb már azt olvastam másnap, vagy egy hétre rá, hogy ez ilyen nagy oszkár, meg nem tudom, milyen várományos, és így néztem, hogy ez, és aztán ugyanúgy jártam, egy kicsit utána olvastam, meg néztem, hogy ez a rendezőnő miket alkotott, meg stb. Szóval, hogy, hogy így felkeltette az érdeklődésemet. De ajánlanád? Igen, 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 igen. <laughs> Semmit sem ajánlunk mindenki engem, mindenkinek. Engem, <laughs> engem, engem, kicsit átvert a film, és szeretem az ilyesmit, mikor... Az mikor az mintem, egy kicsit aki nem nézek oda, a könyvet, és rögtön, valamit valami vagy... itt volt, és így... Hm, na, mindegy, szóval erről ennyit, erről majd a, erről a következő adásban fogunk bővebben beszélni. Maradunk még a Netflixnél az Unforgiv Unforgivable, ez egy Sandra Bullockos film. Erről is csak ennyit tudtam. Már hetek óta mint promózták, és akkor mondtam, hogy na jó, nézzük meg. Aztán több ponton is uh, ilyen katarzis élményem volt ezzel a filmmel kapcsolatban, annak ellenére, hogy annyira nem jó film, de voltak, voltak benne olyan részek, amikre így így felkaptam a fejem, és úgy megdobbant egy kicsit a szívem is. És akkor utána néztem a rendezőnőnek, és tőle megnéztem az előző filmjét, amúgy egy német rendezőnő készítette ezt a filmet. Annak az a címe, hogy System Crasher, az is kb. 2019-es, amúgy kontroll nélkül a magyar címe. Eléggé ütős német film, hogyha Na, szeretitek. Hogy volt az Oscaron is, mármint jelenleg volt legjobb külföldi film kategóriában, igen. Na, azt nem tudom, ennek, ennek nem néztem utána. Az film nyert, nem teszem a címe. Uh -huh. Uh, jó. Uh, illetve akkor menjünk Japánba. Itt nektek mondtam még a műsor elején van egy One, One Cut of the Dead című zombis japán film, ami hát állít egy ilyen elég furcsa tükröt a, a zombis filmeknek, illetve a, Mindegy, ennél többet nem mondok, kell hozzá türelem. Ugye beszéltük, hogy az első fél óra után lehet, hogy ki is kapcsolnád legszívesebben ne, ezt a, csak ezt a ne. filmet, de igen, maradjunk ebbe, hogy hogyha elkezditek, akkor ne kapcsoljátok ki az első fél óra után, mert utána fogtok a legjobban uh, szórakozni. És így zárásképpen mondok három olyan filmet, amit nem ajánlok senkinek, mert. Végre, ezt vártam. Volt, szörnyű ezt, volt, és, és az egyiknél tényleg uh, szó szerint szörnyű volt. Uh, szintén Netflix. Múlt héten szintén volt egy, egy óra szabadon, vagy másfél, és szintén így bedobott egy ilyet, hogy The Tinder Swindler. Ó, oh, hát ez nagyon jó, hát én ezt látom, micsoda? ez állati. csoda? Hát ez egy olyan fölösleges film, hát röhögtem végig. De tehát... Tudod, hogy ez dokumentumfilm, nem? Hát hogy ne tudnám, de most bár mint hogy hogy Igen. lenne fölösleges, amikor egy megtörtént eset, akkor miért fölösleges? Ez egy film, ami arról szól, hogy mi volt, van. Még nem Bár értem, hogy, ugye, lehet egy dokumentumfilm felesleges, ez nem a értem. téma nem volt érdemes arra, hogy dokumentumfilmet kínálni. Így van, elkever. így van, köszönöm, köszönöm, pontosan. Oké, okay, akkor ez itt, vagy egyetértünk, vagy nem, ez nem is is de, de nem, én nem, kell egyetérteni, lehet vitatkozni, ilyen meg, ilyen. meg majd csinálhatunk külön egy műsort erről, tehát hogy ez egy annyira felesleges dolog volt, hogy tényleg nem, nem értem, hogy miért kellett ezt elkészíteni, de lényegtelen. Most nem fog eszembe jutni a dél rendezőnek a neve, aki rendezte a District 9-t, a megnézted? Jax, nem, Blomkamp. Uh, igen, igen a Demonikot néztem Há, meg. Uh, én úgy félek akkor ez joggal, re... joggal félek, jó. Oké. Igen, igen. Én is, én is fenntartásaim voltak, mert ugye nem mostanában jelent meg, hanem az év korábbi részébe, és uh, elég rossz kritikája volt, de mondtam, hogy hát azért adjunk neki egy esélyt, de Na ez is, ez is körülbelül ugyanaz a kategória, hogy, hogy, hogy minek, és uh, a legfrissebb élmény az pedig a, a Sound of Violence című film, aminek amúgy a felvetés, ezt neked meséltem róla, Lóri, így külön uh, egyszer egy beszélgetésünkbe, most egy-két napja. Uh, tehát amúgy jó volt az alappsztori, mert utána vagy uh, hallottam róla, hogy hogy miről szól a film, és mondtam, hogy na, ebből lehet valami, de nem. Tehát annyira gyermeteg, és uh, körülbelül annyi a sztori, hogy van egy. Van a főszereplőnk, aki aki a hangokat látja is. Tehát, és, no, és, ez no. már, és, ez már, annyira, annyira érdekes módon működik nál, hogy elkezd gyilkolni, mert hogy kideríti, hogy a, az, ember meg, az emberek fájdalmaiból kapja meg ezeket a hangokat, amik neki ilyen vizuális... De ez élmény. is Netflixes film? Nem, nem, ez nem. Mikor ez a tud? most csak... Tavalyi, 21-es film. Nem tudsz egy valakit mondani belőle? nem ismertem senkit belőle, megmondom őszintén. Yeah. És, és annyira gyermetek az a, az a, váltás, hogy akkor ő kezd el gyilkolni, meg természetesen egy színesbőrű női karakterünk van, és, és annyira nevetségesek azok a, azok a gyilkosságok, meg, 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 az egésznek a vége, szóval nagyon, nagyon, furcsa, nagyon furcsa film volt, úgyhogy ezeket nem nézzétek meg, vagy, vagy nézzétek meg, és akkor majd vitatkozunk. Um, hát ki fogjuk majd fejteni az oszkáron érintett filmeket egy picit jobban a legközelebbi adásban, de azért láttunk uh, közülük egy párat, és azért volt egy pár film élmény is uh, ezekkel kapcsolatban, úgyhogy csak el kellene mondani, hogy uh, jó, nincs olyan film, amit mindenkinek ajánlok. Olyan nincs, ami mindenkinek tetszik. Na, tehát, hogy egyszerűen mindennek van egy műfaja, vagy mindennek van egy hozzáállás, ami vagy tetszik, vagy nem tetszik. Um, megnéztük eddig a, a kutyakarmai közt, a Power of the Dog nagyon um, különleges film, nagyon elgondolkodható, jó sokat lehet beszélni róla. Mi legalábbis egy jó néhány kávé meg egyéb mellett azért osztottuk az észt rendesen a következő napokban. Én uh, drukkolok a filmok, nem tudom, hogy mennyire legjobb film potenciálos. Hát valószín, 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 valószínűleg igen, valószínűleg igen, igen. A Benedict is szerintem meg kell, hogy kapja az idén legjobb férfi főszereplőt, ezért az elakításért nem nagyon látom be, hogy, hogy ki tudna vele az idén, versenyre kelni, és igazából tényleg egy, egy olyan karaktert kellett alakítani, amit én nagyon nehezen tudok elképzelni, hogy hogy is lehet ezt kigondolni színészként, meg tényleg mekkora munka van abban, hogy ezt most elképzeld magadnak, hogy milyen ez a, milyen ez a szereplő. De na, majd erről beszélünk többet is, amit még láttunk. A rendezőnő is valószínűleg, hogy, hogyha a film nyer, Mint legjobb rendező? Ezt majd meglátjuk, nem tudom. Jó, um, amit még láttunk a, a jelöltek közül, az a Koda, Um, hát, az egy nagyon-nagyon szép film, tehát hogy borzasztóan élveztem, ugyanúgy, mint amit mondtam a, a még mindenkinek. Sírtam, nevettem, tehát tényleg... Azt tudjátok róla, hogy amúgy egy francia az eredeti -e? Igen, és, igen. És hogy ez remake. Remake-ről van szó, én az eredetit nem láttam. Úgy um, hívlik, hogy azért sokkal jobb, mint az Igen, igen, ritka Aha. módon. Igen. Na, én nagyon szerettem um, nagyon, nagyon szép, nagyon emberi Na majd, oké, okay, ezt egy is. Igazán meg. kedves film. Az. Egy nagyon érdekes témáról, amin mocskosul elgondolkoztam már a film negyedénél, hogy, hogy, hogy egyáltalán hogy lehet ezt kezelni. Ahhoz minimum süketnek kéne legyek, hogy igazából a, a film szereplőgárdájának nagy részének a helyébe tudjam képzelni magam. Ez egy, ez egy nem várt szemszög. Annak ellenére, hogy a tükör szereplőnk az, az, az egy halló. Na Jó, jó, majd belemegyünk. Jövő hónapban szerintem. Igen, Igen akkor uh, láttuk még pont, uh, hát tegnap meg ma már mondtam, hogy így két részletben szoktak ezek a dolgok sikerülni. A Nightmare Elite, az új uh, Del Toro-t, uh, ami szintén egy uh, elég érdekes film, aki szereti deltorót, az uh, fogja tudni értékelni. Nem kap semmi újat. Újat nem, ujjat nem hát fog kapni, újat nem talán, fog kapni. Nekem a látványvirág nagyon tetszett, tehát maga ez a produkciós dizájn, amit a Del Toro mindig szállít, az nagyon-nagyon ott van itt is, nekem ez teljesen rendben van. A, a film az a, irodalmi adaptáció, ami szerintem érződik is rajta, nem feltétlenül a jó értelemben, mert... Sőt, abból is van korábbi verzió. Ezt nem ha. tudom. Azt hiszem egy 47-ben 47 is készült egy ilyen című film. Nekem is ürülnék valami, igen, igen, igen. És mm. uh, most egy picit így át Tehát, hogy valami, ez egy remake, van. El, el, De ugyanennek a könyvnek az adaptációja? Én is találkoztam ilyen. Én könyvről a... nem hallottam. De irodalmi adaptáció, könyv igen. Igen, a... Mindegy, szóval igen, szerintem egy picit úgy jobban is össze lehetett volna szedni, két és fél óra, ami hát szerintem meghaladja azt a, azt a potenciált, ami ebben a sztoriban így benne van, de én nagyon élveztem, mert a látvány nagyon-nagyon vagány, és igazából tényleg úgy mondjuk az utolsó fél óra az rendesen összerántja a sztorit. Ja. És... és van benne a vilám, de fogok meg meg van egy rompörmenje a Deltorónak. És Bradley Cooper, ugye? ki, akkor oké. Okay. Ráadásul megtudtattuk belőle, hogy Rooney izé, már. Két elindult a mm. Dilda -osodás útján. <laughs> Legalábbis engem nagyon de Talán néhány éve még lehet, hogy ő játszott. Csak több hasz, Uh -huh. de lehet, hogy a botoxnak köszönhetően indult el a, a eltindasztvint Pedig neked ez nagyon felszakott tűnni, nekem é. meg nem, de ma nagyon feltűnt ebben a filmben. <laughs> Szerintem durva. egyszerűen ilyen meretten néz. Nekem is, nekem is friss élményeim vannak ezzel a filmmel kapcsolatban, és nagyon-nagyon szemet szúrt pedig. Hű, ja. ne, ne, nekem erre ilyen. Pedig két blanchettről eddig mindig ilyen pozitív élményeim voltak, meg... Na, akkor de ebben a filmben nagyon-nagyon nagyon, nem. Kíváncsiabb, hogy gyorsan rákezdettem ennek a 47-es verziójára. Ezt egy bizonyos uh, Edmund Golding rendezte, ha jól látom, ha nem tévedek, <gül> <gül> és uh, és William Lindsay Gresham 1946-os uh, regényéből vagy írásából született. Mm, tehát mindössze egy évvel a... Aha, a, uh -huh, az irodalmi uh -huh. alap után. És ez 47-es. Viszont magyar címe a sarlatán -en volt ennek a 47-esnek. Találó cím. No. Hmm. Jó. Akkor uh, én még láttuk a Ne Fel, ezt tudom, hogy a Luri is látta, úgyhogy ezt ráhagyom. De Mér ez, még... ez is oszkáros, úgyhogy... Mert hogy ez is oszkáros, igen. Egen. És uh, ezen kívül meg én még láttam a, a legjobb külföldi filmre jelölt a Isten A, a című filmet, a sorrentino a legújabb filmét, de ami... Ezt, ezt, nem láttam egészben, de... Hmm. Nekem nagyon, nagyon nekem tetszett. Nem is fel van a listán, egy de egy, még nem sikerült. Írtózatosan különleges film. Azt sem Amúgy én nem szeretem Sorrentino filmeit, pedig Én nem ismerem hogy... különösebben, úgyhogy nem is ebből a szempontból, csak egyszerűen úgy, úgy szembe Itt igazából mind ajánlotta a Netflix, és én így láttam, hogy Isten keze, és én azt gondoltam, hogy ez egy Maradona film. Uh -huh. Tehát én konkrétan azt az. gondoltam, hogy ez egy Maradona életrajzi és nem. film. Nem az. Egyáltalán nem az. Igen, megjelenik benne Maradona, is elég, elég fontos. Na, de nem mondok el. Szerintem, <laughs> szerintem nagyon érdemes megnézni a filmet mindenféle szempontból. Van egy kis független bukéja is. Um, van benne egy jelenet, amit imádni fogsz. Van benne sok jelenet, ami én nagyon én jó szerintem. Nagyon. Na, ebben sem, majd belemegyünk ebbe is, amiket majd láttunk az oszkára mondjak valamit? Öh, meg a nobody -t. nagyon jó. Láttátok? Nem? De... Az egy vicces film, és nagyon jó kaszkadőr munka van benne. Szerintem a vágása remek, zenéje tök jó. A főszereplőt pedig várom már, hogy láthassam a Bedőkorszól utolsó évadában. Hát, szerintem rengeteg film nem esett szóba az elmúlt egy-két évből, úgyhogy majd a majd a kommentárba várjuk ezeket a filmeket, hogy esetleg majd adhatok ötletet, hogy, hogy, nézzük meg őket, és majd egy következő ilyen jellegű podcastben beszélgessünk róla, amit meg tudunk akkor ígérni most, hogy jövő hónapban, tehát március közepe vége fel, akkor jövünk ezzel a beígért a, a oszkáros filmmel, mindenki bepótolja addig ezeket a filmeket. Én már most kijelentem itt mikrofonba is, hogy a Versailles nem vagyok hajlandó megnézni, pedig, pedig Steven Spielberg-el amúgy vagyok, a jóba voltak. vagyok. de Ezt úgy... az információt most nem tudtuk volna nélkülözni. Hát fiam, De szerettem csalás, volna, hogy, a... ez, hogy, ez, hogy ez maradjon maradjon meg az utókornak, és aztán majd vágjátok a fejemhez, ha mégis megnézem, hogy feladtam az elveimet. De egyébként mi az a rá? De tényleg. Uh, musical? Ja. Ennyi ah, így, hogy musical? Ennyi. Ennyi. Ez so, ennyire so, egyszerű. So, ezt írjuk oké. bele a történelem könyvekbe, Így akkor Lenkáter nem szerető szeret a El Kettőt szeret, de majd erről máskor. Írjátok akkor meg a hozzászólásaitokat, és akkor jövő hónapban találkozunk. Köszönjük szépen a figyelmet, és sziasztok! Sziasztok!